Kedves nézőink, ebben az évben ünnepeljük az 1956-os forradalom 60. évfordulóját. A Kurca Televízió az ünneplésnek azt a módját választotta, hogy olyan személlyel beszélget, aki átélte ezeket az eseményeket 1956-ban. Nagy megtiszteltetés a Kurca TV számára, hogy vállalta ezt a nagyon fontos, és szerintem az utókor számára pótolhatatlan feladatot dr. Nóbik István, Szegvár szabadon választott polgármestere, aki két ciklusban volt a település vezetője, hogy elmondja élményeit, a történéseket 1956-tal kapcsolatban. Engedjék meg, hogy néhány szóval bemutassuk interjú alanyunkat, ezért arra kérem Nóbik Istvánt, mondja el pályáját, életpályáját, milyen iskolát végzett, hány éves volt 1956-ban, tehát néhány életrajzi adatot ismerhessünk már meg. Üdvözlöm a Kurca TV nézőit! Én azt hiszem, hogy nekem a megemlékezésem az a fiataloknak szól, aki később majd a 56-os szabadságharcokkal, forradalmunkkal fognak emlékezni vagy találkozni. 1940. szeptember 26-án születtem Szegváron. Ebből kifolyólag 16. életében léptem be a forradalom és szabadságharc idején. Az általános iskoláimat Szegváron, majd a további a vasúti segédtiszti iskolát végeztem, vasúti tisztet, majd érettségiztem, és a MÁV tisztképző intézetbe intézői ranggal fejeztem be 3 csillagos tisztként. Az összes vasúti szakvizsgákat megszereztem, utána elvégeztem a Szegedi Tudományi Egyetem jogi karát. Utána szakvizsgát végeztem piackutató árufóár jogász szakmámban. A szabad választások alkalmával Szegvár polgármestere lettem, 2 alkalommal töltöttem be ezt a tisztséget. Jelenleg a vasútasok szakszervezetének alelnöke vagyok, még nyugdíjazásom mellett is társadalmi munkát végzek. Csak tényleg röviden azért mondja már el, hogy a nyugdíjas évei hogy telnek? Jó telnek, végeredményben nekem nagyon jó, hogy a kollégáimmal tudok beszélni, találkozni. Van egy feladatom, nem vagyok ott, tehát el vagyok foglalva, úgy érzem, hogy ők az én családjaim. Ahogy már előzetesen is beszélgettünk, nagyon sok mindenre emlékszik vissza ez egész életpályájával kapcsolatban, de most arra kérem, hogy arról beszélgessünk már, hogyan alakult ki itt a forradalmi helyzet 1956-ban, hiszen ez a mai téma. 1956 nyarán ugye meglazult a szocialista rendszer eredéke. A Szovjet Kommunista Párt 20. kongresszusán a titkos beszédbe Kruscsov emlegette és elmondta, hogy a személykultus micsoda hatalmas károkat okozott az akkori úgynevezett szocialista tábornak, magának a Szovjetuniónak is. Ez ugye úgy szerzett a magyar lakosság meg a szegváriak is tudomást, hogy a léggömbök szórtak ilyen röplapokat, és azokon közölték ezeket a változásokat. Tudnék, az akkori sajtóban ez nem volt észlelhető, hát a Szabad Nép, a Viharsarok nevű megyei lap termelési sikerekről, bányászokról. Mondták, hogy a bányászaink minden követ megmozgattak. A legnagyobb baj azok szenet nem mozgatták meg, hát az technikájuk nem volt. Az volt a helyzet, hogy gyakorlatilag az emberek nem úgy értesültek, már akkor emiatt, hogy az a helyzet lazult, már beszélgettek csoportokba, hogy tulajdonképpen mi volna a teendő, akkor értesültek a forradalmi helyzetről, amikor a szegvári munkások, akik Pesten, Dunai városon mások dolgoztak, azok közölték, hogy micsoda forradalmi helyzet van. Egyébként összefoglalva ezt a dolgot azt tudnám mondani, hogy forradalmi helyzet akkor keletkezik, ha az emberek nem tudnak a régi módon élni, és az államhatalom nem tud a régi módon elnyomást gyakorolni. 56 őszén nagyon jelentkezett volna a tisztító vihar. Egy olyan vihar, ami elsöpörte volna a régi megállapodott levegőt. A szegváriak, bár részben már említette, de azért csak rá kérdeznék pontosabban egy kicsit, hogy a szegváriak hogyan értesültek a budapesti történésekről, hiszen
Hát persze önnek tudni kell azt is, hogy október 23-án mi történt Szegeden, mert említette, hogy annak idén ott is járt. Erről is szóljon néhány szót, és arról is, hogy itt, Szegváron. Hogyan tudták meg, hogy mi történt Budapesten? Amit mondtam önnek, az akkori média, hogy így felzem, hogy internet meg ilyesmi nem volt, a sajtó mérségesen. Én az utóbbi időben néztem az akkori újságokat, a Szabad Népet is, a Viharsarkot is. Termelési sikerekről, a kormány budapesti látogatásáról írt. Szegény nagyanyám azt mondta, az őrt baj, ha mink a szerbekkel barátkozunk, akkor mindig tragédia jön. 41-ben is, 56-ban is. A lényeg az, hogy a vidéken dolgozó munkások, amit említettem, gépkocsival jöttek haza, itt a főtéren emberek beszélgettek október 20-án délután, és azok közölték, hogy a budapesti forradalomban a fiatalok harcolnak, és akkor érezték meg, hogy igazán forradalomban. Tudnélik, régen nem tudom teszik-e tudni, vezeték és rádió volt. Egy központi, két kapcsolata volt, Kossuth meg Petőfi. Az a rádió nem foglalkozott a forradalom. Ugye már mondták, hogy új kormány alakult, meg a kiállási tilalmat megszüntették, de igazi forradalmi helyzetről nem értesültett a lakosság. A szegvári forradalom történéseiben nagy szerepet játszott a kendergyár is. Mit tud erről elmondani? A 1956. október 26-án, pénteki napon, a főtérről egy tömeg indult a kendergyár felé. Előtte munkások jöttek Dunaújvárosról, Budapestre, és közölték, hogy forradalom van, általános sztrájk, és nálatok mégis dolgozik az üzem. Akkor azt mondták ott Kispál Illés, és még többen, akik ott voltak, hogy meg kell sztrájkot érvénynek szerezni. Akkor jött a tömeg ide, itt a gyár előtt voltak sokan, Szabó Mihály bácsi volt a kapu, illetve sose veletem, és azt mondta, hogy nem lehet ide begyűnni, ez tűzvezetés üzem, cigarettát el kell dobni, még aztán, mivel nem akarta véngenni az embereket, keresték volna a Farkas Lőrinc urat, az igazgatót, de nem találták. Utána a végeredményben Nagy Imre a főgépész azt mondta, jó van, gyűjjelek be. De már akkor az üzem is megállt, mert értesítte valaki őket, hogy jönnek a tüntetők. Itt a gyárnak a üzemi értkezdéje, Nasze Mikor, mindjárt a fővéjárásnál bement, teli volt, szinte mindenki be se fért, és akkor Kispál Illés azt mondta, hogy meg kell választani az üzemi tanácsot, aki majd irányítsa az üzemet, mert a szocializmusnak vége, és ha megszűnik a forradalmi helyzet, akkor a gyárnak újra termelni kell. Főszólaltak itt pár ember, végül Tóth Laci bácsi föl azt mondta, hogy mindenki őrizze meg a nyugalmát, ne legyen Szegváron, olyan a nagyvárosokban, aki hibát követett, meg kell neki bocsájtani, aki még bűnt, arra azért van a független magyar bíróság. Ezzel vége is lett gyakorlatinak a gyűlés. Most mondhatom, hogy elszabagatva az oroszok menjenek ki az országból, szüntessék meg a beszolgáltatási kötelezettséget, legyen újra a Kossuth címer, a címer, aztán tulajdonképpen ezek körül a dolgok, hát a forradalom 14 pontjának általános szabályzatai. Majd Víg Mihály, a tűzoltó parancsnok egy újabb tömeggel jött, így azt a üzemi tanácsi választásból nem lesz semmi. Az emberek megindultak, illetve azt mondták, Laci bácsi vetette föl, hogy legyen ez törvényes, ne zavargás, és keressék meg az akkori tanács VB-t, hogy adjon engedélyt egy nagy gyűlés számolására, és akkor megindult a tömeg vissza. Amikor a gyűlés megkezdődött itt, bár már beszélgettünk arról, hogy innen máshová mentek a tüntetők, de amikor a gyűlés kezdődött, akkor mi történt? Mert ez is egy érdekes eset. A gyűlés kezdetekor az úgynevezett szocialista vezetők képei fönn voltak a teremben. Lenin, Sztálin és Rákosi elvtárs szeretett vezérünk képe, és azt mondta Illés, hogy addig nem tartunk ki gyűlést, még ezek az emberek képei föl lesznek. Égető József nevű gyári munkás leszette a képeket, és szétszaggatta, hogy le is dobálták a izébe, és utána kezdődött a gyűlés. Tulajdonképpen hogy emlékszik vissza arra, hogy fiatalok voltak itt, vagy idősebbek? Általában zömmel fiatalabbak voltak, de idősebbek is voltak sokan. Minden esetre ekkor már 1956-ban minden településen megválasztották a nemzeti bizottságokat, itt Szegváron.
Hol történt a Szegvári Nemzeti Bizottság tagjának megválasztása, és egyáltalán mit kell erről tudni? 1956. október 27-én szombaton, mert ugye pénteken mentem a szombaton, itt a főtéren egy nagy gyűlés volt. Rengeteg ember volt. Én nem tudom, hogy számszerűen, de olyan sok embert én még nem láttam, hát az tűnt föl. És akkor Honti Dezső tanár, a Hazafias Népfront elnöke tartott egy gyűlést. Elmondta, hogy Budapesten mi van, elmondta, hogy olyan nagyszerű ifjúságot neveltek 12 év alatt, hogy ezek a haza szabadságáért még az életüket is áldozták, és egy új demokráciát akarnak létrehozni. Azt a demokrácia kérdést többször elmondta, hogy rövid ismertetést is tartott a demokrácia történetből, a görög demokráciától, a különböző, sőt a nyugati demokráciák is, és mondta, hogy valódi demokrácia kör. És akkor tömeg főszólalt, hogy tanár úr, hát mondja már meg, hogy milyen az a valódi demokrácia. Honti Dezső egy pillanatra meglepődött meg át, és akkor azt mondta, soha az életemben nem feleltem el. Drága szegvári barátaim, a demokrácia az olyan, mint a kabát. Arra jó, hogy megvédje az embert az időjárás viszontlagságától. A népi demokrácia az meg olyan, mint a kényszerzubban. Arra való, hogy megakadályozza az embert a mozgásába. És hatalmas ovációval fogadták, és akkor Kisvár Illés főszólalt, és azt mondta, hogy válasszák meg a Szegvári Nemzeti Bizottságot. Mondta, hogy mondjanak neveket. Én Palóc Sándor volt, rendőr mellett álltam, én adtam neki szeruzát meg papírt, és akkor bemondott neveket ő fölírta. Nem emlékszek már annyi a darabszám, de úton 40-50 főnek a neve került a papírra, legelőször Tóth Laci bácsit azt többször emlegették. Akkor fölhívták, Kispál Illésnek odaadták ezt a papírt, és ő elmondta a bizottság tagjaik a nevét, Laci bácsival kezdődve. Laci bácsi nehezen akarta vállalni, aztán ő is főment, és akkor tartott egy beszédet. Röviden arra emlékszik inkább, hogy azt mondta, hogy mindenki őrizze meg a nyugalmát, kis nemzet vagyunk, mink, hogy egymást gyilkoljuk, és bocsássunk meg mindenkinek, aki bűnkövette, még a független magyar bíróság dolga. A szegvári parasság nem volt könnyű helyzetben, de talán egy kicsit azt is mondjuk már el lehet röviden is, hogy igen. Aktívak voltak az 56-os szegvári? Nem voltak aktívak. De csak még egy példát hagyj fejezzek be utoljára. Hogy milyen jó működött a tanácsi begyűjtési csoportja. Szegvár 1956-ban 108%-ra teljesítette a beadási tervit, sőt 163 parasztember büntettek még közellátási cselekmény miatt. Akkor szerintem aktívan részt kellett, hogy vegyenek, nem? Nem vettek, hát aki meg van félemlítve, nem mondjon már. Hát akit egyszerűen megharap a kígyó, a gyíktól is fél. És akkor ez valószínű, hogy ezért nem vettek? Ezért, szerintem ez a meggyőződésem. Hát akkor menjünk tovább és beszéljünk egy kicsit arról, hogy a közbiztonság érdekében mekkora volt a szerepe itt Szegváron a nemzetőrségnek? 1956 őszén a két rendőr megbízottat szentesen rendelték be a forradalmi események miatt, tehát Szegváron rendőrök nem voltak a forradalom ideje alatt. Ezért úgy döntött a forradalmi bizottság vezetése, hogy nemzetőrökséget állítanak föl. Annak úgy emlékszik, Palóc Sándor volt a vezetője, és 10 tagja volt akkor ennek a Nemzetőr Bizottságnak, este járőröztek, vigyázta a község lakosságára. Egyébként Szegváron nem voltak események, mert se vagyoni, se életlenül cselekmény nem volt a forradalom alatt. 1956. november 4-én a forradalom megvédésére itt Szegváron, ha jól tudom, toborzást rendeltek el. Mit tudna erről mondani? A Szentesi Műszaki laktanyából. Itt a főtéren megállt két gépkocsi, és a katonaviselt embereket szólította föl arra, hogy a segélyenek az orosz csapatok elleni harcba. El is mentek, de nem került sor, mert ugye akkorára már a Nagy Imre kormánya megszűnt. Akkor itt nagyon a toborzásnak nem volt eredménye? Volt eredménye, jelentkeztek emberek, de nem vettek harcba részt, mert nem került rájuk szükség. Az 1956-os forradalomnak milyen hatásai voltak a szegvári község
lakóinak életére? Lényeges hatásai voltak, mert ugye új munkahelyek létesültek 1960-as években, a kázipari szövetkezet, a KTS, ezek sok embernek adtak munkalehetőséget. De hatalmas fejlődés a mezőgazdaságnál volt. Tulajdonképpen, amikor összeszedték a 48-49-ben a földeket, nem lett lényeges termelési siker, mert szinte annyi volt különet, hogy nem voltak mesék. Utána modern gépesítéssel, a műtárgyával, az agrotechnika fejlődésével nyugati szintű termelést értek a termelést. Ez igaz volt. Elértek olyan eredményeket, amit még most is még nem tudnak hajazni a mostani mezőgazdasági termelésbe sem. És ennek sok embernek ugye munka lehet, igaz, hogy kettős probléma, hogy a háztáival lehetővé váltak, a rengeteg új házak az öreg faluba, az új faluba akkor épültek. Ezt a filmet elsősorban azért készítettük el, hogy egy picit talán a mai fiataloknak is próbáljunk üzenni azzal, hogy a 60 évvel ezelőtti eseményekre emlékezünk, és az ott történteket bemutatjuk a mai fiatalságnak. Ön személy szerint mit üzenne az 1956-os forradalom eszméivel, eszmény keresztül a mai fiataloknak? Végül azt tudom mondani, hogy a forradalom erők mindig a fiatalok voltak. A magyar történet, tudnék nekik az ő életük folytatása lesz a lényeg, hogy milyen életszínvonalban, milyen körülménybe kerülnek. Azért lényeges. És másik az, hogy az ilyen dolog a hazaszeretetről is szól, hogy érezzék, hogy jó állampolgárok lesznek, jó magyar emberek. Kedves nézőink, az előző percekben dr. Nóbik Istvánnal beszélgettünk, az 1956-os forradalom szegvári történéséről. Ezzel a műsorunkkal szerettünk volna emlékezni az 1956-os forradalmi szabadságharc 60. évfordulójára.